A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. A mai műsorban hoztunk Önöknek néhány farsangi témát. Fánkot sütünk, valamint zenés táncos mulatságokra is ellátogatunk. Arról is beszámolunk, hogy folytatódott a Haza című film forgatása ezúttal Erdélyben. Tartsanak velünk! A farsangi időszak nem telhet el fánksütés és fánk nélkül. A következő percekben a tökéletes szalagos fánk titkaiba avat be minket Hegyi Ferencné. A farsangi időszak hagyományaihoz hűen idén is készül a szalagos fánk Hegyi Ferencné konyhájában. Sokan talán nem is tudják, de ahogy a hölgy mondja, a tökéletes tészta egyik titka, hogy a tálba kell vágni az összekevert alapanyagokat. Emellett pedig ügyelni kell a részletes kidolgozásra és a tökéletes alapanyagokra is. Összeállítom a lisztet, ácétáljuk bele a tojássárgája, rum, az egyéb hozzávalók, só, cukor, és nagyon össze kell dolgozni. Hosszú ideig, többször föltözt csapom, azzal rövidítem az időt. A teljes keresztéshez körülbelül másfél óra szükséges, mondta el a hölgy. Amint ez megtörtént, el lehet kezdeni szaggatni. A legjobb, ha körülbelül 1 centi vastagságúra szaggatjuk. Jó, tehát lisztez egy gyúró deszkára kiborítjuk, és felsővárosiasan kicsinálom a tésztát. Ami azt jelenti, hogy el kell sodorni, bár az anyukám az csak húzogatta a tésztát, tehát nem sodorta, de valahogy nekem ez jön. Inkább kézre. Na-na. Milyen vékonynak kell lennie? Hát jó lenne minél vékonyabbra, mert egy picikét rugalmas ez a tészta, és visszaugrik. Tehát akkor nagyon nagy lesz. Mindjárt mondom, hát ez a vastagság lenne jó. Ezt követően el lehet kezdeni a sütést. Ennek titka, hogy az olaj ne legyen túl forró, mert könnyen megéghetnek a fánkok. És akkor fedő alatt sül egy fél percet, egy percet, és utána fedőt levesszük, megfordítom, és akkor a másik fele sül. Igen, és nincs megsülve, úgyhogy nem szabad ilyen erősnek lenni az olajnak. Na-na. A legendák szerint számos hagyomány is fűződik a fánksütéshez, ugyanis ez az időszak egyben párkeresésre is lehetőséget adott. A lányok pedig ennek jelképeként fánkot ajándékoztak a kiszemeltjüknek. A farsangi mulatozás szokásait sokáig őrizték Felsővárosban is, tudtuk meg a felsővárosi hagyományőrző nyugdíjas klub tagjától. Igen, minden háznál volt. Sebestyénkor, január 20-án, ami végül is Felsővárosnak a búcsúja, úgynevezett búcsúja. Amikor nagymisére mentek, utána volt egy ünnepi ebéd és fánk. Anélkül nem volt. Utána pedig a bálokba, hát fánk is volt, de inkább sütemény már a későbbi időkben. Hegyi Ferencné hozzátette, a kisütött fánkok önmagukban is nagyon ízletesek lehetnek, de lehet tálalni porcukorral és lekvárral is.
Székelyföldön folytatódott a Haza, Lantai Mályár József egy szibériai hadifogoly naplója című film forgatása. Kovács Szilvia és Matúz János közös alkotása a szibériai magyar honvédek titkait mutatja be. Forog! Matúz János és Kovács Szilvia társrendezésében, aki egyben a film producere is, a 17-es honvéd gyalogezredben szolgáló magyar honvéd és társainak életéről készül nagyívű filmet üd. A Haza című filmben a fiatal székesfehérvári születésű katona az első nagy világégés során az arcvonalban megélt harcait, illetve szibériai fogságának embert próbáló történéseit mutatják be Lantai Mályer József naplója alapján. A film stábja néhány napra Erdélybe, Székelyföldre költözött, hogy a Hargitán idézzék meg a foglyok Szibériába vezető útját. Amikor Matúz János rendezőtársamat megkértem arra, hogy részt vegyen ebben a produkcióban, akkor ilyen hajmeresztő jelenetekkel állt elő, és én nem is gondoltam, hogy ezt ilyen módon fogjuk megvalósítani. Például az, hogy Erdélybe eljövünk ezért, ez álmaimban sem fordult meg. Úgyhogy én nagyon elégedett vagyok, és hát ritka kedves emberekkel tudunk együtt dolgozni. Matúz János, aki rendezőként és forgatókönyvíróként is jegyzi a történetet, az embert próbáló út pillanatait összegezve megerősítette Csík Csomortán, és az ott élők olyan segítséget nyújtottak, ami minden pillanataiban támaszt nyújtott az alkotói folyamat megvalósításában. Az ember leül egy íróasztal mellé egy urbánus környezetben, és kifantáziál belőle. És kiderül, hogy annak a fantáziának valóságban vannak alapjai. Azok a helyszínek léteznek, azok az emberek léteznek, azokat az embereket megtaláltuk, és ami egészen különleges, euforikus közösségben hoztuk létre azt, amit itt létrehoztunk. Szerintem mindenkinek, magamat is beleértve, egy életre szóló élmény. Ami aztán következik, az tulajdonképpen egy újabb magányosabb műfaj, az utómunka fog következni, a képi és a hangi utómunka, de egyre jobban remélem azt, hogy ennyi közös tapasztalással, ennyi hihetetlen helyen, az, hogy Csíkországban tudtuk forgatni, milyen különös fintora az életnek, hogy ebben az egészen varázslatos környezetben tudtuk forgatni a szibériai nyomor képeit. Tehát nekem ez fog megmaradni, hogy miközben a hátunk mögött csodálatos, elképesztő emberek dolgoznak, a közben nekem azt kellett instruálnom az előttében a kameralát, hogy itt a legnagyobb nyomor van. Úgyhogy szerintem, amit mi együtt közösen vállaltunk, hogy ezt a nagyon furcsa odüsszeját, ezt a road movie-t, ezt a utazás történetet, a mi fehérvári fiunk utazás történetét erőteljes képekkel a köz örömére bemutatjuk, arra szerintem most nagyon komoly lépéseket tettünk, úgyhogy én remélem, hogy ez az anyag, ez méltó lesz ahhoz a helyzethez, hogy mindenki átélhesse ezt a nagyon furcsa, bonyolult létezést, amit az jelent, hogy az ember a hazájától 8000 kilométerre nem szabad. Ez egy szabad forgatás volt, hihetetlen kreatív együttléttel, minden pillanat a boldogság volt, de igazából ez önmagában semmit nem jelent. Én abban bízom, látva, belenézve, belekukkantva az alkotótársak, az operatőrök blendéibe, nézőképeibe, hogy ez a különleges utazás, ez nagyon erőteljes képekkel fog megmutatkozni, úgyhogy nagy köszönet mindenkinek, akit illet. A hétfős fehérvári csapat mellett a Csíkcsomortáni Lármafa Egyesület színjátszói is szerepet kaptak az alkotásban. A Lármafa csoport 2010-11-ben alakult,
aktív tagjaim a mostaniak is, akik a filmforgatásban részt vettek. Színdarabokat tanulunk, járunk falvakra, Magyarországra, Csanádpalotára minden évben majdnem eljártunk a amatőr színjátszó csoportok vetélkedőjére. Mindig próbálunk olyan darabokat összeszedni, vagy keresni, hogy vidám jelenetek legyenek, mert adtunk mi elé szomorúakat, és de nem a közönség nem értékeli. És gondoltuk, hogy a vidám jelenetek azok sokkal jobbak. A Lármafában többen olyanok vannak, akik férfeleség, és akik szeretik. Megkértem az összes csapat tagjait, hogy szeretnének-e bele menni ebbe a filmforgatásba, és mindenki egy szóra mondták, hogy igen. Nagyon-nagyon rendesen libabőrös vagyok, mert annyira tetszett nekem, hogy remélem, hogy nagyon fog sikerülni, mert úgy drukkolunk. A filmben kiemelt szerepe volt a legtöbb háttérmunkát megteremtő rendező asszisztensnek, akit a stáb a több mint egy éve tartó forgatás sorozat összetartó erejének, lelkének is tart. A két fiú, Józsi és a barátja, fantasztikusak. Én nem is tudom elképzelni, hogy egyik órában még nyárban vagyunk, másik órában még már télben vagyunk, és ezt ők úgy meg tudják oldani, hogy tökéletes. Én azt remélem, hogy majd a filmben is ilyen lesz. Ezzel az úttal kapcsolatban inkább csak az kellékekről kellett gondoskodni, de nagyon sokat segített nekünk a Lármafa együttes, akik számos-számos dolgot hoztak nekünk. Egyrészt, másrészt a saját szerepüket, tudásukat, színjátszásukat adták ahhoz, hogy ezek a forgatási percek, órák ilyen szépek legyenek. Úgyhogy most könnyű volt a dolgom, igazából a legkönnyebb. Mielőtt elindultunk, készítettem egy a János által írt forgatókönyvet, bedátumoztam, ahová beírtam, hogy mit vettünk föl, mit nem vettünk föl, hol vesszük föl, mi szükséges hozzá, és akkor vagy előző nap, vagy másnap reggel, illetve aznap reggel, akkor mindent végignéztünk, hogy megvan-e. Hát igazából minden megvolt. Ami meg nem volt, meg abban megsegítettek az itteniek, mert olyan emberekkel találkozunk, akikből ha 8 milliárd lenne, is kevés lenne. Az erdélyi havasok tökéletes helyszínt biztosítottak a forgatáshoz. Bacani Szilveszter segítségével, bár nem kis erőfeszítésekkel, de sikerült a lovasszános jeleneteket is rögzíteni. Rám egy érdekes feladat várt, mert ugye hozni kellett az akkori korhű dolgokat. Nem tudom, hogy mennyire sikerült az orosz sapkával, meg a mindennel, a szánkóval. Hát főleg, hogy a lovacska is elég keveset volt egyedül, befogva így mindenki számára új volt. A filmre, ha mondhatom, volt rá a szerencsém, de általában saját magunknak reklámfilm forgatás céljából volt. Neki is mentálisan nehezebb a dolog, mint a teher, ami utána volt, mert hogy lassan menjen, vagy gyorsan menjen, nem szabadott magyarul beszélnem vele, úgyhogy inkább ezek voltak a nagyobb gondok, meg amúgy is a lovacska néha tudni kell, hogy nem egy motor, vagy egy bicikli, amit az ember rövidbe teszel, rövid sebességbe, és az addig gurul, míg aztán egyszer csak valaki a féket bányomja. Ő lehet, hogy úgy gondolja, hogy nem akarok menni, és akkor egy másfajta indító kulcs kell, de remélem, hogy sikerült a célnak megfelelő videót legyártani. A stáb embert próbáló hidegben forgatta a kinti jeleneteket, a főhősök több mint mínusz 10 fokos hidegben érhették át az általuk alakított szerepeket. Ahhoz képest, hogy igazán lefagytunk tetőtől talpig, a lábunkat már alig éreztük, vagy már nem is éreztük, ahhoz képest nekem ez a nap nagyon tetszett. Egyrészt, mert itt Székelyföldön csodálatos emberekkel találkozhatunk, nagyon jó a társaságuk, nagyon jó velük beszélni egyrészt, másrészt pedig
ennyi havat már nagyon régen láttunk otthon, és ezért megéri. Mivel én sem minden nap vagyok mínusz 20 fokban, nekem sem mindennapi program az, hogy mínusz 20 fokban tevékenykedjek kint minél kevesebb ruhában, ezért azért úgy gondolom nem volt túlságosan nagy kihívás fagyoskodnom, mert ez nem színész játék, ez tényleg fagyoskodás volt. Számomra tényleg borzasztó nagy élmény volt, és tényleg ez volt a talán eddigi legkeményebb napja a forgatásnak. Csodaszép helyszínen, tényleg gyönyörű tájak, hegyek között, fenyőerdő közepén, úgyhogy elképesztően gyönyörű. És tényleg én életemben először járok Székelyföldön, de mondták, hogy szép lesz, mondták, hogy csodálatos lesz, de ez valami varázslatos tényleg, tehát nincs rá jobb szó. És ilyen közegbe forgatni egyszerűen hazudnék, hogyha 100%-ig azt mondanám, hogy nem éreztem a hideget, de sokkal kevésbé koncentráltam arra egy ilyen csodálatos környezetben. Az alkotók korabeli épületeket idéző házaknál is rögzítettek jeleneteket. Az egyik ilyen kiemelt helyszín volt Csomortáni Gál László képzőművész és családjának hagyományőrző háza is. Míg a stáb az épületben dolgozott, a festőművész máshol munkálkodott, így kedvesét kérdeztük a házukban történő forgatásról. Ennek a háznak minden kicsi részét beéljük a gyerekekkel. A férjem Csomortáni Gál László képzőművész, én nemezkészítő vagyok, úgyhogy mind a ketten igazából a természetes anyagokkal dolgozunk, ami úgy gondolom, hogy elengedhetetlen, hogy mondjam, hogy ez a környezet. Most így tudunk kiteljesedni mindketten, hogy természetes környezetben, természetes alapanyagokkal dolgozunk. Jó érzés számunkra ez, hogy a lakásunk, ahol élünk, ez egy filmben lesz. És egyben megtiszteltetés is. Az eredeti valójában ez a ház 1883-ban épült. Itt a faluban volt, amit lebontottunk és újjáépítettük itt a saját telken. Mivel hogy ez egy nagyon régi ház, ide nem illenek az új bútorok. Szóval minden bútor, ami itt a házban van, az vagy Laci férjem örökölte, vagy próbáltuk azt a hangulatot kelteni ezekkel a bútorokkal, ami régen is volt. És nem csak a bútorokkal, hanem egyszerűen villanyárom sincs a falakba benne, szóval agyaggal tapasztva ez a ház, ahol itt most vagyunk, ez bolhaszeggel van, még nem is létezett. Úgyhogy mindent próbáltunk úgy, ahogy volt a jelenbe építeni és úgy élni. A Székelyföldi úttal befejeződött a film forgatása, következhetnek az utómunkák, amelynek során archív felvételek beépítése is megtörténik, hogy aztán a vágás után következhessék a sokak által várt bemutató. A mozgássérültek Viktória Rehabilitációs Alapítványa számára rendeztek jótékonysági, jelmezes mulatságot a Szent István Művelődési Házban. A talp alá valót a Kaméleon zenekar szolgáltatta, míg az este tovább színesítette a Szirtaki Táncegyüttes műsora. A Szirtaki Táncegyüttes görög tánccal lepte meg a jótékonysági bál résztvevőit. A mozgássérültek Viktória Rehabilitációs Alapítványa számára rendezett jótékonysági bálon 170-en vettek részt. Az esnek hármas célja volt, egyrészt a Kaméleon zenekar dallamaira kapcsolódhattak ki a résztvevők, a Viktória Rehabilitációs Központ működését támogatták, ráadásul a nemrég elhunyt alapítóra, egykori igazgatóra, Horváth Klárára is emlékeztek. A város polgármestere is részt vett a rendezvényen, aki kiemelte, az, hogy működik a Rehabilitációs Központ, Horváth Klára nélkül elképzelhetetlen lenne. Bár az intézmény nem állami vagy önkormányzati fenntartású, a város mégis támogatja, tette hozzá Cserpalkovics András. Amikor eredetileg ezt a bált megszervezték, akkor önmagában, és az is azt gondolom nagyon jelentős dolog, a Viktória Intézet és a ottani működés, fejlesztés tekintetében egy jótékonysági bált képzeltek el a szervezők.
Kapott azonban az elmúlt két hétben egy többletjelentést is ez a bál, hiszen Horváth Klára, akinek gyakorlatilag ezt az intézményt, ezt az épület együttest, ezt a közösséget a szinte alapítóként köszönhetjük, az sajnos időközben elhunyt, és a temetése is megtörtént. Tehát ez furcsa, hogy bálon ezt mondani, de mégiscsak ez rá való emlékezés is, hiszen a számára legfontosabbat, a Viktóriát támogatja mindenki, aki ebbe a jótékonysági bába ma eljött. A Viktória pedig az egyik legfontosabb intézménye a városnak, még akkor is, ha nem állami vagy önkormányzati fenntartású intézmény, hiszen egy civil fenntartásban működő intézmény, de nyilván a város is régóta segíti, így fog egyébként tenni a 2024-es évben is, hiszen a költségvetés egy komoly összeget tartalmaz a Viktória támogatására, tehát jövő héten azt elfogadjuk, akkor utána ezt a támogatást megszokott rendben át is adjuk az intézménynek. Emellett azért a város magának, ennek a bálnak a gyűjtési akciójához is hozzá fog járulni. Szarvas József, a Mozgássérültek Viktória Rehabilitációs Alapítvány kurátora elmondta, hogy a Viktória Rehabilitációs Központ segítésére hozták létre korábban az alapítványt, amely programsorozatot indított a Kettcsináló Kultúrmix néven. Mint mondta, a Kultúrmix februári külön kiadása a jótékonysági bál, amelyet méltó körülmények között a Szent István Művelődési Házban rendezhettek meg. A befolyt összeget a Rehabilitációs Központ épületének felújítására fordítják. Az állag megóvását, felújításokat, esetleges átalakításokat szeretnénk véghez vinni, hiszen tulajdonképpen maga az ingatlan az alapítvány tulajdonában áll, tehát elvileg nekünk lenne az feladatunk, hogy megőrizzük ezt a valamikor szépen, de már elég régen fölépített intézményt, hogy még sokáig működhessen. A jótékonysági bál díszvendége Séfer Erzsébet író, újságíró volt. Nekem nagy öröm, mert én erzsélyi vagyok, és nagyon sokat jártunk még gyerekkoromban is Fehérvárra, ami hát azóta egy gyönyörű város lett, és hát jó visszajönni. Voltam itt a házban is már egy mesélős előadáson, úgyhogy most olyan kicsit olyan hazajöttem. Évek óta partitúra hangversennyel várja a fiatalokat az Alba Régia Szimfonikus Zenekar. A cél az, hogy interaktívan, beszélgetésekkel egybekötött előadásokkal mutassák be a zenében rejlő szépségeket a közönségnek. Itt vagyunk az Alba Régia Szimfonikus Zenekar próbatermében. Itt próbál a zenekarunk, itt zajlik a műhelymunka, és egyben itt tartjuk most már harmadik éve a partitúra ifjúsági beavató koncertjeinket is. Ez azért van így, mert azt gondoljuk, hogy ez mindenképpen jó a gyerekeknek, hogyha nem egy távoli színpadról, egy bevilágított színpadról mutatjuk meg nekik a zenekart és a különböző klasszikus zenei és kortárzenei műfajokat, hanem itt a próbatermünkben testközelből. Én azt szoktam mondani, hogy ez úgy működik, mint egy laboratórium, tehát mit kísérletezünk együtt a gyerekekkel, kotyvasztunk, hangszíneket keverünk. A beavató koncerteken óvodások, általános iskolások és gimnazisták is ülnek a közönség soraiban. A partitúra hangversenyek különlegesek, mert itt zeneszerzői megközelítésből vizsgálják a darabokat, azt is elemzik, hogy hogyan lehetett volna egy-egy zeneművet másként megírni. Az Alba Régia Szimfonikus Zenekarnál négy olyan hangversenysorozat van, amire a különféle tematikák szerint várjuk a közönségünket. Ennek egyike a partitúra hangversenysorozat, ami kimondottan a fiatalokat szólítja meg. Ifjúsági hangversenysorozatnak hirdetjük, és a tematikáját is állandó műsorvezetője Dobri Dániel úgy állítja össze, illetve úgy állítjuk össze közösen, amikor olyan jellegű program van, hogy a lehetőleg figyelemfelkeltőbb legyen a még közoktatásban résztvevő korosztályok számára. Minden évben készülnek egy kortárs beavató műsorral, amikor
a kortárs magyar zeneszerzők kapnak főszerepet, és a mai zenei stílusokkal ismertetik meg a gyerekeket. Ma éppen egy vokális zenei beavató koncertünk van. A kortárs opera és a kortárs oratórium világába próbáljuk meg beavatni a gyerekeket. Olyan zeneszerzőknek a műveivel, mint Balogh Máté, Bella Máté, Sári László, de nekem is van egy operámból egy részlet ezen a mai és holnapi koncertsorozaton, úgyhogy próbálunk mindent megmutatni. Van klasszikus koncertünk, minden évben van mesénk, van barokk koncertünk is, úgyhogy az a cél, hogy minél több szegmensét és minél több irányzatát megmutassuk ennek a stílusnak. A partitúra előadásokra mindig örömmel érkeznek a gyerekek, olyanok, akik hallgatnak klasszikus zenét, és olyanok, akik még csak ismerkednek vele. Én nagyon sokat hallgatok klasszikus zenét, mert játszom is, és zenész családban nőttem fel, és hát apukám is játszik a zenekarban, ezért is, meg hogy így több koncertet tudok járni. Szoktam klasszikus zenét hallgatni, igazából általában én népzenét hallgatok, mivel én épp éneklek, de régen fuvaláztam, és nagyon szeretek a klasszikus zenét hallgatni, mert mindig észre lesz venni benne valami újat, valami mást, amit eddig nem vettél észre, és ez olyan különleges. Megismerünk sok zeneművet, zeneszerzőket, és játékosan kérdésekkel adja elő ezt az egész zeneszerzőket és zeneműveiket. Az Alba Régia Szimfonikus Zenekar fontosnak tartja, hogy közvetlen kapcsolatot alakítson ki a közönséggel, beszélgetésekkel egybekötött, interaktív, családias hangulatú esteket is szerveznek. A klasszikus zene számtalan, nagyon mély értéke, és megkérdőjelezhetetlen komoly sága mellett is jó az, hogyha az ember nem érzi feszülten magát a komoly zene hallgatása közben. És azt gondolom, hogy ezt tudjuk úgy közölni, tudjuk úgy bemutatni és kommunikálni, hogy közben a műveknek az értékéből egy jottányit sem veszít az előadás, és annak a befogadása a közvetlenség által kevesebbé nem válik, csak még jóval átéltebbé és tudatosabbá. A zenekar őrzi azt a műsorpolitikát, amellyel közelebb hozhatja a közönséghez a klasszikus zenét. Ez volt már az Együtt magazin, tartsanak velünk legközelebb is. Szép napot kívánok, viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.